40 ország 6000 résztvevője érkezik majd Miskolcra, és Debrecenbe már szervezik a 2024-es Európai Egyetemi Játékokat. Két óvodát adott át Miskolcon a Református Egyház, országszerte több ezer férőhellyel bővült a rendszer. Felkészültek a térre, november 15-től elindult Miskolcon a hóügyelet. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió híradóját látják, már is jönnek a részletek. Már javában zajlik a 2024-es Európai Egyetemi Játékok szervezése. Miskolc, Debrecen, a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség összefogásában megvalósuló esemény miatt várhatóan 40 országból 6000 résztvevő érkezik majd a régióba. A szervezők szerint a rendezvény túlmutat a sporton, hiszen a fiatalok és kísérőik az itt töltött napok alatt megismerhetik és megszerethetik Miskolcot. 6000 résztvevő, 40 ország, 450 egyetem, több mint 20 sportág, 1500 önkéntes és két rendezőváros, Miskolc és Debrecen. Így néz ki a számok tükrében a szervezés alatt álló európai egyetemi játékok. Bár az eseményt a tervek szerint 2024-ben rendezik meg, az előkészületek már javában zajlanak. Azt például már lehet tudni, hogy mely sportágaknak melyik város ad majd otthont. A két városban egyébként egyenlő arányban osztottuk fel a sportágakat, így Miskolcon az asztalitenisz, karate, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, sakk, strandőrlabda, tájékozódási futás, tenisz, terbol és vízilabda sportágakat emeltük a programba. Kásra Tamás hozzátette, a következő fél év legfontosabb feladata, hogy elkészítsék a rendezvény forgatókönyvét. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség főtitkára elmondta, a 2024-es esemény előtt főpróbára is lehetősége lesz a két városnak. Az egyetemi országos bajnokságokat, amiket külön városok, külön egyetemek szoktak külön időpontban megszervezni. Ezek most Miskolcon lennének, ez főként az egyetemváros területén, és egy időpontban 8-10 sportág, megközelítőleg 800 000 hallgató részvételével és egyetemi vezetők részvételével, és reméljük, hogy minél több egyetemet képviselő szurkoló részvételével tudunk tartani 22-ben Miskolcon, a tervek szerint 23-ban pedig Debrecenben egy ilyen jellegű főpróbát. A nagy nemzetközi sportesemények szervezésében egyébként a Miskolci Egyetemnek már van tapasztalata. 2016-ban mi rendeztünk a tájfutó világbajnokságot, egyetemi világbajnokságot, és következő évben a legjobban megrendezett sporteseményként könyveltek el minket. Aztán mi rendeztük 2017-ben az Európai Egyetemi Kosárlabda EB-t. Azt gondolom, hogy minden rendezvény, ha úgy tetszik, arra predesztinál minket, hogy még egy nagyobb volumenű sportrendezvény helyszínen lehessünk. Az Európai Egyetemi Játékok Miskolc, Debrecen, a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség összefogásával valósul meg. Pontosan abban az alapelképzelésbe illeszkedik be, ami az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna alapelképzelése, hogy a városok ne vetélkedve, csak egészségesen, ha szükséges, sokkal inkább együttműködve és válvetve érjék el ezeket a sikereket, és mutassák meg magukat a világnak. Veres Pál hozzátette, a város részéről maximális együttműködésre és segítségre számíthatnak a szervezők. Átadták az Édenkert és a Szalai Sámuel református óvodát. Mindkét intézmény korszerűsítése a kormány országos óvodaprogramjának a része volt. Az ünnepségen elhangzott, a Református Egyház csaknem 40 milliárd forintból országszerte új óvodákat építhetett, és már meglévőket újíthatott fel. Az Éder György és a Kishunyad utcai épületeket csaknem 1 milliárd forintból korszerűsítették. Kicsi Katica bogár, gyere itt az ujjam! Közösen játszanak a Kishunyad utcai óvodában az apróságok. Itt szeptemberben 21 gyermekkel kezdődött el a nevelési év. Egy 18. századi épületet újítottak fel. Két csoportszobát, egy fejlesztőt és egy tornaszobát, mosdót és öltözőt alakítottak ki a gyerekeknek, és az udvari játszótér is megfelel az uniós előírásoknak. A Kisunyadúti óvoda épületét a Tiszáninneni Református Egyház kerület vásárolta meg, és az országos óvoda projekt keretében sikerült megvalósítani a felújítást a magyar állam támogatásával. Ebben az új óvodában a Kisunyadút 5 szám alatt 2 csoport indítására volt lehetőség, de jelen pillanatban 1 csoportot tudtunk beindítani. Hálával a szívünkben állunk meg előtted, megköszönve minden jó téteményedet. Pásztor Dániel református püspök közös imára hívta az egybegyűlteket a Szalai Sámuel református kéttanítási nyelvű iskola óvodai átadójának kezdetén. Az óvodások kis műsorral mutatkoztak be a meghívott vendégeknek. Gulyás Ágnes intézményvezető az ünnepségen elmondta, hogy 2 csoportot tudnak fogadni, mert 50 férőhelyük van, de jelenleg 30 gyerek kap egyházi nevelést és angol nyelvű oktatást. Ez az óvodai hely az iskolának egy része, le lett választva és fel lett újítva a 21. század elvárásainak megfelelően. Egy 2 csoportos óvoda indult be, ahol a gyerekek pedagógiai programjában szerepel az angol nyelv tanulása, a robotika megismerése a bíbotta. Az Éder-György utcai óvodában fejlesztőszobát, melegítőkonyhát, tornatermet, tárgyalót és szertárakat alakítottak ki. Alakszai Zoltán az átadón az egyházi nevelésű intézmények kormányzati támogatásáról beszélt. Ez azért van, hogy önök, hogy mi választhassunk. Csöbör Katalin pedig úgy fogalmazott, hogy gyermekek nélkül nincs jövő, és felsorolta azokat a támogatásokat is, amelyeket az utóbbi időben a családok kaptak. Soltész Miklós államtitkár arról beszélt, hogy a kormány támogatja a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programját is, és a szerdán átadott óvodaépületet is ebből a forrásból újították fel. Összességében Református Egyház közel 40 milliárd forintból nagyságrendileg 3700 férőhelynek az új építését vállalta, és közel 2000-nek a megújítását. Ez egy óriási nagy szám, és most itt vagyunk, hála Istennek, Miskolcon is, Miskolc városa sem maradt ki ebből. Így ma 2 óvodának az átadásán lehetünk jelen. Az államtitkár elmondta, hogy az elmúlt 10 évben 11 000 férőhellyel gazdagodtak az óvodák az országban, és hozzátette, a 2 miskolci óvodaépületet csaknem 1 milliárd forintból újították fel. Magyarországon jelenleg körülbelül 2000 benzinkút működik, amelyek mintegy 15 000 embert foglalkoztatnak. A hétfőtől életbe lépett intézkedés, miszerint a normál benzin és gázolaj kiskereskedelmi ára nem haladhatja meg a 480 forintot, leginkább a kisebb töltőállomásokat fogja megviselni. Az üzemanyag árak befagyasztását 3 hónapra rendelte el a kormány. Hogy mi várható utána, arról is szó lesz ma megújult közéleti magazinunkban, a Kilátóban. Azt tudni kell, hogy az energiának az ára mindenben ott van, tehát az étolajtól kezdve a kenyéren át, hiszen azt a kenyeret meg kell sütni, az étolajt elő kell állítani, azt el kell szállítani a boltokba, tehát az energiának az ára mindenhol ott van. Ugyanakkor valószínűleg legfeljebb csak az áremelkedés lassításához lesz elegendő ez a lépés. Én komoly stagnálást nem jósolnék. Megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedésében segített a Szimbiózis Alapítvány. 3. alkalommal szerveztek állásbörzét, amelyen csaknem 10 cég és szervezet kínálta lehetőségeit az érdeklődőknek. A cégek konkrét munkaköri ajánlásokkal érkeztek a Művészetek Házába. Karbantartó, szakács, takarító, call center munkatárs, biztonsági őr, vagy például irodai munkás beosztásra is várták a jelentkezőket. Volt, aki konkrét tervekkel érkezett. Legfőképpen ölőmunkát, nehéz fizikai vagy könnyű fizikai munkát, de legfőképpen irodai munkát, mert az a végzettségem. Tehát irodai kisegítő. A Szimbiózis Alapítvány elnöke szerint nagyon sok munkalehetőség van a megváltozott munkaképességűeknek. A probléma csak az, hogy a kereslet és a kínálat nem találkozik. Az alapítvány ezen szeretett volna segíteni az állásbörzével. Jakubinyi László kiemelte, a miskolci cégek nyitottak arra, hogy speciális szükségletű embereket foglalkoztassanak. Ennek pedig két nagyon fontos motivációs eleme van. Az egyik az, hogy a jogszabály a rehabilitációs hozzájárulást a minimálbérhez kötötte, és azzal, hogy például nő a minimálbér, nő ez az mondjuk adóteher, így van egy gazdasági érdek is a cégeknek. Ugyanakkor azt ki kell mondani, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ma már egy munkaerőpiaci tartalék. A megváltozott munkaképességű emberek közül sokan rendelkeznek valamilyen végzettséggel. A Miskolci Egyetemen jelenleg is több mint 100 fogyatékkal élő hallgató tanul. Bár havazásra még nem kell számítani, a fagyzugos helyeken már csúszhatnak az utak. Így a korábbi évekhez hasonlóan november 15-én elindult Miskolcon a hóügyelet. A sószóró és hókotró autók már készen állnak, és a több mint 200 darab szóróládát is kihelyezték. Fakidőlés, csúszós jeges aszfalt. Tavaly télen bőven volt munka az utak takarításával. Ezt Miskolcon a Városgazda és a Mirehunon Profit Kft. Idén is közösen oldja meg. A közutak szórását és a hó eltakarítását a hulladékgazdálkodási cég 6 speciális tolólappal felszerelt szórógéppel végzi. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségszerűvé válhat további munkagépek bevonása is. Ez esetben további 8 nagy és 8 kompakt kotró rakodógépet tud munkába állítani a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. A hótoló autók sorban állnak, a több mint 200 szóróládát kihelyezték, és az ügyeleti beosztás is elkészült, ami nem korai, hiszen a napsütés ellenére a tegnapi napon már az első őrjáratnak ki kellett állnia a garázsból. Ómosán a vadászföldben már bejelentés érkezett, hogy ezen a meredek fölfelé vezető utat már lejegesedett, és már nem közlekedésre alkalmatlan, tehát azt már meg kellett szórnunk. Kertész Béla hozzátette, vannak olyan meredek útszakaszok, amelyeket már ilyenkor érdemes szemmel tartani. Ilyen például Miskolcon az Avas, Komlóstető vagy az Árok utca is. A közutak és a közterületek tisztántartásáért Miskolc önkormányzata a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Közreműködésével felel, de emellett az ingatlan tulajdonosoknak is vannak kötelezettségeik. Miről is fontos tudni a lakosoknak? Ugye gyakorlatilag a két rendelkezés egy 10 méteres határt szab. Ez a 10 méteres határ, ami ugye terekhatártól, kerítéshatártól, illetve fahatártól számítandó, és ezen belül a 10 méteres határon belül kötelesek a lakosok a zöld területeket, járdát, illetve adott esetben az árkokat is karbantartani és tisztán tartani. Miskolcváros jegyzője hozzátette, fontos tudni, hogy a közút a 10 méteres határt megszakítja. Holnap hideg front érkezik, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Friss hírekkel csütörtökön is várjuk Önöket. Videóinkat a minap.hu-n és a Minap YouTube csatornáján újra nézhetik, de kövessenek minket Facebookon és Instagramon is. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan kezdődik az egészségpercek, 19:25-től pedig a kilátóval jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!